Tartsatok velem ebben az állati jó videóban, kövessétek be a túrázót, nézzétek a kisállatlexikon itt a Youtube-on, és iratkozzatok fel! Sziasztok! Sziasztok, Demeter Attila vagyok, ez pedig itt a kisállatlexikon nevű Youtube csatorna, ebben a videóban a zöld ázsiai víziagámának a tartását, illetve tenyésztését, illetve a gyerekeket fogjuk nektek bemutatni. Ellátogattunk a Dragon Head Breedershez, Satyához és Sandyhoz, akik tartják ezeket az állatokat, és több sikeres szaporulatuk volt, és ezeket szeretnénk nektek bemutatni. A, a vízi agáma az egy időben nagyon népszerű volt, most is nagyon népszerű állat egyébként, viszont aztán rájöttek az emberek, hogy azért a fizikai határok vannak ennél az állatoknál. Ugyanis amikor kicsi, nagyon kicsi kis cuki zöld, de ez a cuki állatka nagyon gyorsan megnő, két-három év alatt eléri a felnőtt kort, az beadul, a hímek nagyobbak, mint a nőstények, a hímek olyan, olyan 70-80 centisek, a farkukkal együtt természetesen, a nőstények azért valamivel kisebbek ennél. Ahogy neve is mutatja, kelet és délkelet Ázsiából származnak ezek az állatok. A teráriumot, ha megnézitek, tele van többféle, több, több magasságban mindenféle mászóággal, illetve búvóhelyekkel. Ez azért nagyon fontos, hiszen ők, ahogy nem csak a vízben élnek, hanem ők, ők ágakon, bokrokon ott sütkéreznek egész nap. Ami nagyon fontos a teráriumnál, hogy ez egy száz 60 széles, 80 mé és 100, 100 centi magas terkó. Ez a minimum, ami lehet a vízi Ennél, ha nagyobb, az sem baj, de ebben egyébként azért tökéletesen el van ez a három példány. Hímeket ne tartsunk együtt, ez nagyon fontos. Lehet őket egyedül is tartani, de a legjobb, ha így csapatban tartjuk egy hímet, két-három tényel. Ha nem szeretnénk tenyészteni, csak díszállatnak, akkor mondjuk egy hímet javaslok. Ők azért nagyobbak, díszesebbek meg is próbálom kivenni. Hát ez most nem sikerült. Akkor megmutatom ezt a csajszit. Egyébként a laikusok gyakran összeszokták szokták téveszteni a zöld leguánnal. Egyébként eléggé hasonlít. Nézzétek meg, hogy milyen nagy farkincája van ennek a, ennek a zagámának és ugye a csajszik azok ilyen kis, egyébként ők is nagyon szépek, ilyen zöld, zöld a testük, és ilyen kicsit ilyen ö, sötétebb a hátuk. A fiút mindjárt megmutatom a hímet is, majd őt is majd kipecázom. Tehát a tererőműre visszatérve ez a minimum méret, ami lehet, ajzatnak kerüljük a kavicsot, a sódert, ilyesmit, mert a mohon táplálkozó állatok esetleg felkaphatnak is ez bélelzáródást is okozhat, ami aztán a halálukhoz vezet. Itt fenyőkéreg van, ez szerintem egy teljesen jó ajzat. Van, aki azt mondja, nem jó a kókuszros, de szerintem, ha megfelelően van nedvesítve, az is mehet, vagy akár a kókuszrost is kérek keveréke, de a kérek tökéletes. Nagyon sok mászvágról kell gondoskodnunk. Vannak ittben ben parafacsövek, mászóágak, illetve, ami nagyon fontos, hogy rengeteg zöld. Ezek műnövények, én is ezt preferálom ezeknél az állatoknál, hiszen hiszen ezek az állatok azért, ahogy jönnek, mennek, mászkálnak, ők azért, ők azért szeretik ezeket letaposni. Azért olyan műnövény, mert ezek azért tényleg maradandóak is. Itt, ahogy ennél a teráriumnál is van, csak az eleje üveg. Ez azért nagyon fontos, mert a víziagáma nem tudja, mi az, hogy üveg, meg hogy terárium, ezért egy csomó víziagámának a nózia le van koptatva, az órukat szépen lereszelik, ezért nagyon jó, hogyha körbe hátteres a terárium. Nem kell a műszikla háttér, akár fölcsavaroztok parafakérgetek, parafat csöveket, ágakat, műnövényeket, ahova ők ki tudnak ülni. Ez nagyon-nagyon fontos. Nagyon fontos még, hogy legyen egy nagyon erős UV lámpa, ez egy szoláraptól, ebben van UVAB, és valamennyi meleget is ad. Ez 12 órát kell nekik biztosítani, illetve kell még egy melegítő lámpa is. Viszont, ami nagyon fontos, hogy a, hogy a hőmérséklet a 26 és 30 fok közt legyen maximum, de jobban a 26-28, nem szeretik azt az egetverő meleget. A kajájuk kiskorban minden nap történjen, illetve nagyobb korban heti háromszor etessük őket. Nem válogatósak, mindent elfogadnak. Megeszik a tücsköt, sáskát, csótányt, liszkukacot, kiskorban adhatunk még néhány viaszmai lárvát is. Ami nagyon fontos, hogy nevük mutatja, hogy vízi agáma, hogy kell nekik nagy vízről gondoskodnunk, amit mindig frissen cseréljünk, minden nap adjunk nekik friss vizet, akár az egész terárium alatt is lehet víz, de ha olyan nagy táv van benne, amiben elférnek az állatkák, az bőven elég, ahol be tud menni, illetve egy picit akár úszni is. Ha együtt vannak az állatok, az év, évben gyakorlatilag folyamatosan jó kondicionált nőstényeknél, három kötélel, öt fészekal is lehet, de ez hosszú távon megterhelő. Úgyhogy, ha tenyészük vagy csapatban tartjuk, azért a hímet vegyük ki időközönként. Egyébként én azt mondom, egy-két egy fészekaj ami, ami náluk, náluk normális, illetve mindjárt megmutatjuk a kicsiket is. A vízi agámáka, ahogy mondtam, nektek két-három év alatt érik el a felnőtt kort, és Akár több évtizedikig is velünk maradhatnak a lakásban. Nagyon okos állatok egyébként, tehát velük lehet valamiféle interakció. Például megjegyzik azt, hogy mikor eteted, és ők akkor oda fognak menni. Már sorban állnak és várják a kaját. Rendkívül moha állatok. Nagyon figyeljünk arra, hogy minden kajakor vitaminporba, illetve káciumba forgassuk be az állatot és úgy adjuk oda. Sajtjáik éppen előbb kérdeztem, próbálkoztak májva virággal, mindenféle ö, földi jó valami zöldség vagy gyümölcs, de arra rá se hederítettek, úgyhogy ők izig, vérig, ragad ők, 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 ők csak a mozgó ö, prédára mennek rá. És akkor most etessük meg őket. Most pedig megetetem sáskával az agámát, ami még nagyon fontos, kaja után egy alapos nagy párásítás, azért kaja után, hogy a takarmányon lévő vitaminpor, illetve káciumot nem mossuk le. Ö, megmutatom a kis, kis mohót, disznót. Így esznek a kis, kis agámák. Mondom, mindent megesznek. A sáska az nagyon jó, ugye azért a testükhöz mérten azért nem adhatunk nekik légyméretű tücsköt. Itt, van a, itt vannak a sáskák egyébként. Na, edd meg. Esznek ezek kézből is. Én pedig arra kérlek titeket, hogy iratkozzatok fel, osszátok a videót, és nézzetek sok-sok kis lexikont, és elszökött egy sáska, nézzetek sok kis lexikont, és elköszönök akkor tőletek most itt a viziagámákkal.